a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete a 2009-es esztendőt a Braille-írás évének nyilvánította. Ebből az alkalomból szervezték Dabason, a Kossuth Művelődési Központban azt az ünnepséget, amelyen megemlékeztek Louis Braille-ről, valamint köszöntötték a látássérültek ügyét felkaroló Együtt Könnyebb Klub tagjait 15 éves megalakulásuk alkalmából. Berke Mónika, a Dabas és Térséggel Látássérültjeinek Egyesület elnöke a feladatai közül kiemelte azt a munkát, amelyet az információ átadásban és a tájékoztatásban végeznek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az információ nem jut el ezekhez az emberekhez. Nem tudják azt például az időskorban szemproblémával küzdő emberek, hogy vannak olyan segédeszközök, amik megkönnyítik az életüket, például a beszélő vérnyomásmérő, beszélő vércukorszínmérő. Tehát annyira rosszul és nehezen áramlik az információ feléjük, mert nekünk ez egy nagyon fontos és nagyon-nagyon aktuális cél, hogy minél több embert felkeresni, megtalálni, rátalálni, aki szemproblémával küzd, és így él. A klubnak jelenleg 40 tagja van, de a Közép-Magyarországi Egyesülettel közösen keresik azokat, akik segítségre szorulnak. A találkozások során igyekeznek közös pontot, érdeklődést találni. Műsorokat szerveznek, ahol a látó művészek alkotásai mellett vakköltött verseit, zenéit hallgatják. Eltört a boldogság, hogy a fekete fogság szépséget is tud teremni. Csak tenni kell. Tenni. És menni, amelyre hív egy belső erő, ha hív a szív. Te jó vagy mégiscsak, korbácsos Isten. Segítesz nekem, hogy belső békém legyen, és e fekete hegyen mosolyog kertjében virágnak érezzem magam. Köszönöm, Uram! Mi semmivel sem vagyunk másabbak, különösebbek, mint az egészség, idézőjelben egészséges társaink, akik látnak. Egyszerűen csak nem látunk, és ezért egy picit másképp és többet kell nekünk egyes dolgokban segíteni, de viszont ebből kifolyólag, hogy nem látunk, ezért valahogy olyan sok plusz energiát kaptunk a sorstól, és hogy azzal muszáj. Tehát ezzel nap mint nap meg kell küzdenünk ezzel a nem látás helyzetével. Azt tapasztalom az elmúlt időszakban, gondolom annak is köszönhet, hogy az akadálymentesítés azért már sok ember számára ismert fogalom. Tehát én azt tapasztalom, hogy egyre nyitottabbak, és hál' Istennek az EU-s pályázatokat is ebbe az irányba igyekeztek átdolgozni, vagy az kiírásokat ebbe az irányba próbálták formálni, hogy azért a mi támogatásunk, a mi igényeinkre is figyelemmel legyenek, és próbáljanak nekünk segíteni. A Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke Fodor Ágnes elmondta, hogy egyre több olyan programot szerveznek a közösségi tereken, színházakban, iskolákban, ahol kifejezetten a látó embereket szólítják meg. Céljuk az, hogy minél jobban közeledjenek egymáshoz, egymásról többet tudjanak meg, és a látók minél többet ismerjenek meg a látássérültek életéből. A Közép-Magyarországi Egyesülettel közösen szoktunk egy érzékenyítő programot tartani. Ennek a célja az, hogy iskolákba, középiskolákba, nyílt napokra, vagy falunapokra, városnapokra kivisszünk egy sötét sátrat, vagy egy sötét helyszínt, és tulajdonképpen saját élmény alapján megtapasztalhatják a gyerekek és az érdeklődők azt, hogy milyen is az, hogy nem látunk, és így bizonyos feladatokat meg kell oldanunk. Tehát illatokat kell felismerni, tapintás alapján kell felismerni tárgyakat, akkor esetleges kisebb, apró feladatokat kell megoldani a sötétben, mint például a pénzszámolás, tehát az apró pénz megszámolása. Hát mindenféle ilyen kis játékos feladatokat adunk nekik, hogy saját élményük legyen arról, hogy nem látnak. Thank you.